Tisztelt képviselők, kollégáim, tisztelt Kozár Mishnek várospolgár lakói, hogy ilyen szépen fejezem ki magam egyszer, ugye a szó legelején itt karácsonyi ünnepek előtt. Tisztelteli szeretettel köszöntöm Önöket. A napi rendi pontokat időben kiküldte a hivatal. Némi kis módosítást kellett eszközölni, sajnos ez úgy működik, hogy hiába akarjuk pontosra csinálni a meghívót. Menet közben belecsúsznak dolgok, ezért lesznek indítványok módosításra. A jelenlegi tanulságra szerint határozatképesek vagyunk. A törvényességi őrét szeretettel köszöntöm jegyző asszonyunkat, Tormás Imét. Elkezdjük az ülést. Szeretném megkérdezni, a pirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, észrevétel, kiegészítés van-e? Kezdel elnök úr kérni. Köszönöm, polgármester, és a kérdéses napirendi pont előtte szeretném betenni egy tudva lévő egyik üzlethelységünkre van szó. Sajnos nem olyan végre kaptuk meg ennek a kérelmet, ennek az üzletnek. És ezt a bizottságban szóban már egyeztettük, hogy azt szeretnénk az ügyes közösséggel végezték a mai napon. Köszönöm, tehát akkor a 10-es és a 11-es napi rendi pont közé kéri képviselő. Teljesen mindegy, csak a polgármester... Köszönöm, akkor a 15-ös elé. 14-1. Köszönöm, 14, nem, akkor az 15-ös lesz és csúsztatunk napi rendi pontot. A polgármester úr. Köszönöm szépen, én egyebekre szeretnék két témával csak egy rövid tájékoztatást adni. Az egyik az a márrendelővel kapcsolatos téma, a szakellátások kapcsolatos, a másik pedig a sportcsarnok üzemeltetővel kapcsolatban mondani, hogy hol tartanak a tárgyalások. A testületnek ezt szeretném prezentálni. Ha kérhetném, akkor a sportcsarnokos ügyet az átkérdésen nevezve jelentően a kiforgatárnak politikusak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Amennyiben egyéb észrevétel nincs, jegyzőkönyv hitelesítésére Kessler László elnök urat és Gyöngyösi Tibor alpolgármester urat kérem fel. Amennyiben a tisztelt képviselő elfogadja, tisztelt képviselők elfogadják, kérem készfenntartással szavazzanak. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nincs. A napi rendi pontok elé egyetlen egy köszönetet szeretnék most mondani, mind a hivatalnak, mind pedig azoknak az embereknek, akik segítették a munkánkat. A múlt hét folyamán a nyugdíjasoknak, amit minden évre szoktunk adni, ez nem adomány, ez kedveskedés, szeretném így fogalmazni, kiosztások megtörténtek. A képviselőtestület rendezte ezeket a dolgokat. Nagyon örülök neki, hogy eljutott a nyugdíjasainkhoz. Egyetlen egy kérdésem volt, hogy a Szociális Bizottság elnöke felé, hogy a nagycsaládosokra figyeljünk oda, tehát azért szokott nekünk 50-60. Nagycsaládosunk is lenni, most karácsony mindennek, és a szentestelők vagyunk is, a család és a szeretet ünnepére beszélünk. Tehát ebben a formában én végtelenül megköszönöm a bizottságnak, amikor ez nagyon tisztességes volt. Megköszönöm azt is, hogy végigjárták a település azon részeit a Szociális Bizottság képviselői, ahol a téli felkészülésre való lépésünkre szükség van. Közben azt is szeretném elmondani, napirendi pont előtt vagyunk, hogy a rendőrség is ugyanezt kérte, a tavalyi évben is mondta, maradjanak nyugodtan. Nálunk ezek a dolgok a helyén vannak. Napirendi pont előtt ellenbe szeretnék egyetlen egyet, ezt nagyon szépen nagy tisztelettel megköszönöm Önöknek is, és megköszönöm a pénzügyi bizottságnak, tehát mind a két bizottságnak a munkáját. Napirendi pont előtt Ráncs úrral volt egy beszélgetésünk telefonon, és nem napirendi pont, én szeretném a 3 percben ismertetni, amiről szó volt a művelődési ház környékét. Megkértem Önt Ráncs úr, úgyhogy napirendi pont előtt legyen szíves nyilatkozzon benne, a védőrendszerekről beszélünk. Köszönöm szépen, polgármester úr, és elnézést kérek, hogy késve érkeztem, de a kalandorféle történetet az úton is körbe kellett jönni. A művelődési háznál régóta kérdés volt már, hogy egy olyan térfigyelő rendszer legyen, ami akár a jövőben bővíthető és képes arra,
hogy minden bejáratát, udvarát és az udvar melletti részeket, akár a pálya felől, vagy akár a tó felüli részeket is tudja figyelni. A pénzügyi bizottság nagyon, nagyon pozitívan állt a kérdéshez, és egy igen komoly rendszert sikerült kiépíteni, ami 4 kamerából áll, ami kívül látható. Ezek betörésbiztos, rongálásbiztos, vízálló kamerák, éjjel látásra is alkalmasak, és egy külön egység belül bent a művelési házba kezeli ezt. De egyébként a művelési ház vezetője és akinek hozzáférése van, az interneten is bármikor meg tudja nézni a kameraképeket, ha éppen nincs ott senki, akkor akár otthonról is lehet figyelni, hogy mi történik. Ezeket rögzítik a kameraképeket, és ez bővíthető tovább még akár plusz 4 kamerával, tehát ha később bármilyen felépítmény vagy olyan típusú dolog kerül oda a művelési ház környékére, amit meg kellene figyelni, akkor ehhez a rendszerhez egyszerűen lehet hozzácsatlakoztatni. Még egyszer köszönöm a bizottság és a testület hozzáállását, hogy ez megvalósulhatott ilyen gyorsan. Én pedig köszönöm a munkáját, a segítőkészségét. Ugyanakkor a tanácsnak útjól is szeretnék egy rövid olyat hallani, ami ugyan hozzánk irodalomban nem érkezettnek, Veleki Tamásnak úrról van szó. Nagyon komoly összeg nyerésére vagy elbírálására nem tudom pontosan 2014-ben. Veleki úr, nem sértem meg ezzel, hogy kérek egy ilyen 3 perces tájékoztatást, ugyanis én nem vagyok képben, mert nekem erről tájékozódásom és tájékoztatásom se érkezett, és miután ön ennek az egyik vezetője ennek az egész ügynek, akkor nagyon szépen fogalmazok, legyen olyan kedves, ne engem kérdezzenek, mert nem tudok kérdésekre válaszolni, legyen szíves egy felvilágosítást adni, vagy ha önnek úgy tetszik, akkor azt mondja, hogy nem jövő évben, amikor tisztában lát, én most nem látok tisztán. Nagyon nagy összegről beszélünk, ezért szeretném, hogy tegyen meg ezt nekem, illetve a városnak. Önné a szó. Persze, természetesen, polgármester, köszönöm lehetőséget. Nyilván sokat nem fogok tudni elmondani, talán csak az előzményekről. Ugye a Kozamisten labdarúgás az elmúlt években szerencsére nagyon, nagyon jó szárnyalt, hogyha szabad ezt mondanom, és nagyon messze vitte talán a város hírnevét. És most pedig az elmúlt időszakban, ahogy a kormány az irányban hozott döntéseket, hogy a különböző stadion fejlesztési koncepciókat fogalmazva meg, ezeket a létesítményeket jelentős összegekkel támogatta. Na most tekintettel mondom még egyszer az elmúlt időszakra, hiszen ezt vették alapul. A múlt héten kedden tudtam fogadni a minisztérium képviselőit, akik ebben az ügyben kompetensek, és hát azt a kormány határozatot közölték gyakorlatilag itt, hogy Kozamisnagy város sportcentrum fejlesztésére gyakorlatilag egy 400 millió forintos, mondhatom valóban, hogy hatalmas összeg fog a rendelkezésünk ráni a 2014-es gazdasági évben. Azért nem mondanám, hogy most még a polgármester úr többet tudta megengedni, mert nekünk is egy kicsit kellemes meglepetés volt, mert azon túl, hogy nyilván nagyon sokat lobbiztunk a háttérben, lehetőleg minél több pénzt tudjunk mi is erre kapni. Ettől függetlenül ezek a megbeszélések most még nagyon kezdők is rádióban vannak, de azt ígérem, hogy mivel nagyon nagy figyelem fordítódik erre a kérdésre, ezért lépésekre menően minden esetben majd tájékoztatni fogom természetesen a testületet is és a lakosságot is. Azt már most elmondom, hogy célzottan erre adják ezt az összeget, és gyakorlatilag mi valószínűleg a tervezési fázisban, a megvalósításban tudunk mindenben részt venni. Ezt követően az állami, gyakorlatilag egy ZRT lesz az, ami lebonyolítja ezt az egész beruházást és a közbeszerzési eljárást, mindent. Tehát gyakorlatilag azzal utána már feladatunk időzőjelben nincs. Tehát itt nem arról van szó, hogy majd adnak meg úgy egyszer, hogy a fajta természetesen azért, hogy felnőttebb ez a dolog már, mindenki forradtan fog. De mondom még egyszer, minden részletét, ahogy meg tudom, akkor tájékoztatni. Tanácsnok úr, hadd mondjam el, hát önnek végső soron ez a dolog van, de azért hadd nem, ezt én nagyobb értelemben mondom, nehogy méltóztassék félreérteni. De ez nagyon, nagyon ez a 400 millió forintos összeg, amennyiben ez meg fog érkezni, hogy 2014-ből beszélünk,
azért nyugodtan beúszhatja azt a piros vonalat, hogy ezért ő nagyon sokat dolgozott. Nem a zömmelbe meneteletek, messze nem erről van szó, meg nem is a képviselőtestület mennybe menetele, de ha egy ilyen összeget adnak, és mellé olvastuk ugye Pécsnek a várható 500-at, meg esetleg 700 vagy 1-et, ez majd egy dolog. Én ezt a másik oldalról, szeretném ezt a szorgosságot megköszönni. Ön ezért a telep, ön nem saját magáért teszi, én ezzel nem szoktam foglalkozni. Ha megnézzük a sportcsarnok témáját, megnézzük a pályáknak a témáját, egyáltalán a sportéletet, akkor még tovább viszem a DDOP-s programot, ami 800 millió magasságába kerül, és ami ezzel kapcsolatos, mert enélkül nem valósult volna meg. Én Völgyesi Gyula, mint Völgyesi Gyula és úgyis, mint polgármester, végtelen nagy főhajtással és tisztelettel köszönöm ezt meg önnek. Ez nem a csókos üzenetem, nem arról szól, de azért ez egy nagyon komoly utazmány volt. Nagyon szépen köszönöm is. Ön még fiatal ember, nagyon fiatal ember, tehát ezt a települést azért el lehetett eddig hozni, hogy falu nagy község, város, azért valahol oda lehetne tenni egy nagy külsötöst. Aki ebben dolgozott, mindenki nem dolgozott. Nem a dicséretre, ezt én öntől mondjuk, mint fiatal agilis embertől elvártam, de mondjuk ezen a magas szinten azért ezt már nem tudtam volna produkálni. Ezt köszönöm szépen. Ugyanúgy köszönöm mindenki képviselőnek. Ez egy végtelen tisztességes dolog, ezt a nevet meg lehet jegyezni. Napirendi pont előtt még egy úriembert szeretnék megkérdezni, ugyan a pénzügybizottság elnökének lesz a dolga felvezetni a Janikovszkinak, most már úgy mondom, hogy nem is Janikovszki, hanem az iskola dolgozóinak a megbecsülését. Gábor Attila tanárról volna most szó. Szeretném elmondani, és azért mondom el, mert ma ugyanígy nyilatkoztam a televízióban, hogy amikor leválasztották tőlünk az iskolát, mint intézményt, de csak a létszámot, a dologi a mi részünk maradt, volt ebből némi kis nyűlődés május hónap folyamán, akkor a pedagógusaink, akik ugyanúgy kezelem, mint az óvoda vagy a bölcsőde emberét, a mi embereinkről beszélünk, a mi emberek, a mi gyerekeinket menedzselik ezek az áldott jó emberek, azt az ígéretet kapták, hogy amit az önkormányzattól abban az időben megkaptak, bértől kezdve juttatásokat, ebben az évben ez nem fog eltűnni. Az utolsó információm szerint a klik, a megtakarításokat, amit az iskola, most csak az iskoláról beszélünk, nem tudta finanszírozni, egyszerűen nem volt rá lehetősége. Ezért a pénzügyi bizottság elnökével, az alpolgármester úrral, Rács úrral, Vörös Istvánnal, Jámbor képviselő úrral végbeszéltem, hogy ez az én szívembe hatalmas lyukat ütött, én a tisztességes és a szó szavába hiszek, de úgy néz ki, hogy kevés volt hozzá. Ezért volt egy olyan kérésem, hogy amennyiben Kozár Miskolc önkormányzata támogatni tudja ezt a nem teljesített részt a klipnél, ezzel bízta meg a tanárulatit, jelesül Jámbor képviselőrat, Kozár Miskolc képviselőtestülete a lehető legmagasabb mértékig finanszírozza fog. Finanszírozni fogja ezeket az emberek, bocsánat, őket. A legmagasabb finanszírozási fog mindenki előtt le van írva, ott van a papír, ez az, ami törvényileg engedett. Én szépen kérem a képviselőtestületet, amikor ez oda fog kerülni a beterjesztési szintre, vagy az előterjesztési szintre, ezt maximálisan támogatjuk. A mi gyerekeink, van szó, ezek az emberek, vagy az emberek, a tanáremberek megérdemlik. Én annyira kértem meg a képviselőt, a Jábor képviselőt, hogy mondja legyen legalább példát, hogy egyáltalán ki tudja ezt utána csinálni. Ez nem a nagyzás és sem a nagy képviség. Azért szeretném tudni, utána nézett a kérésemnek, tanárul, vagy most mi van? Én szerintem, hogy annál a különböző pontrányból egy-két dolgot, de miért cíválni kell a macskabajszát? A macskabajszát mit cíválni? A macskabajszát meg kell cíválni, mert az adott szó az igaz, szóval ez nem tisztességes. Én arra kértem, hogy majd odaérünk ahhoz a napirendi pontra, és akkor szeretném, csak azért mondtam el ezt napirendi pont előtt, hogy tegyük tisztába most a dolgot, hogy számítok arra, hogy fog két mondatot mondani, van rá lehetősége, ha letiltották róla, nem kötelező gyakorlat. Uraim, egyes napi rendítessék. Bocsánat, nem akartam húzni az időt, csak a
két gondolatot tennék hozzá, Bács képviselő úr, mert a kifejtettek ez meg a eredeti tanácsok úr által kifejtetteket. Tehát annyit mindenképpen meg kell említeni, hogy nagyon védelmi szempontból kerültek fel a kamerák. Tehát ne hogy valakit végre a helyzetet. Nem megfigyelni akarunk senkit, meg semmilyen eseményt, hanem kizárólag vagyunk védelmi szempontok. Azok, amik vezéreltek ezeket a hatva bennünket. A 400 millió forinttal kapcsolatban meg hát ma lehet beszélni a közelműségben a sport körül történik. Tehát sikeres labdarúgás, utánpótlás, szoros kapcsolata iskolával, már a kézilabda is igen szépen fejlődésnek indult, és ennek híre ment, hála Istennek szerencsére híre ment. Kozár is ennyi ismert, elismert városra sport szempontjából, és nyilván ebből adódik az, hogy ezt a 400 millió forintot egy kis város számára biztosítani fogja a kormányban. Köszönöm szépen! Alpolgármester úr, azért köszönöm meg ezeket a dolgokat, mert amit mi ígértünk, az gyakorlatilag teljesült. Már most a 32 folyamán. Így van? Na akkor mehetünk. Egyes napi rendi pont. Lejárt az állítani határozatokkal kapcsolatban van egy észrevétel és kérdés. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl, a képviselőtestület egyetért az előterjesztéssel kérem készben tartással szavazunk. Köszönöm, ellenvélem, a tartózkodás nincs. Kettes napi rendi pont. Jenzső asszony, öné a szó, kíván év szóbeli kiegészítést tenni. Nagyon egyértelműen le van írva. Az észrevételeket a bizottság részéről beindeztük. Kérdés van-e a kettes napi rendi ponttal kapcsolatban? Partnerségi kapcsolatokról szóról szól. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl. Amennyiben a képviselő kollégáim elfogadják, kérem készítartásra szavazunk. Köszönöm, ellenvélemény tartózkodás nincs. Hármas napi rendi pont köztemetésről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Egyetlen egy mondatot szeretnénk előre venni. A mostani döntés az volt az országgyűlésnél, hogy jelen pillanatban köztemetésekkel kapcsolatos dolgokat felfüggesztik. Még nem kaptuk meg az irodalmat. Egyébként, amit a képviselőtestület kér, mindent a helyére tettünk, aki végigolvasta, és biztos, hogy mindenki végigolvasta, minden egyes észrevétel bejegyzésre került. Jegyzőszünk szóbeli kiegészítése, hanem képviselő kollégák, amennyiben nincs, szavazásra teszem föl, amennyiben egyetértenek, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, ellenvélemény. Ellenvélemények, tartózkodás nincs. Köszönöm. Négyes napi rendi pont, szervezeti működési szabályzattal kapcsolatos szintén kérés volt, amit be kellett építeni az anyagba, a Jenzső asszony elvégezte. Jenzső asszony szóbeli kiegészítése. Lehet három mondatot legyen szíves mondani, hogy miről szól. Én tudom, mert százszor átrákul, de azért tudja mindenki, a képernyő felé mondom ezt, tessék. Ja, köszönöm szépen, polgármester úr. Mindkét bizottság, a pénzügyi és a szociális bizottság is részletesen végigtárgyalta azt az előterjesztést. Egy-két helyen akár stilisztikai, formai javaslatokat is figyelembe vettünk a végleges megszövegezésénél. Ezért készült a mai ülésre. Tegnapi napon elektronikus úton megkapták a képviselők egy kiegészített előterjesztés, ami ezeket a részleteket tartalmazta. Köszönöm szépen, hogy egyebetlen kívánunk. Köszönöm, azt hiszem próbáltuk tisztességesen helyére tenni. Tessék, képviselő úr! Köszönöm a szót, polgármester úr! Nagyon nagy megtiszteltetés volt, és köszönöm, hogy jegyzőasszony eljött a Szociális Bizottság ülésére, és sokat segített meg, hogy köszönjük, tehát éreztem, hogy polgármán kópár. Jó néhányat helyre sikerült tenni. Végül is csak annyit szeretnék mondani, hogy a mellékleteket szintén várjuk jövőségesekkel. Így van. És hát a képviselő gyakorlatilag, bocsánat, hölgyeket, azért nagy kérdőm, hogy mielőtt elkészül az a nominózus mellékletet, hogy melyik az önként vállalat feladat, ezért beszéljünk róla, hogy mi az, amit az önkormányzat képes, és tud fölvállalni a kötelezők mellett. Köszönöm. A képviselők egyébként az előterjesztéssel egyet. Köszönöm, uraim. Amennyiben más észrevétel nincs, szavazásra teszem föl. Amennyiben a képviselők testület a négyes napi rendi pontot elfogadja, kérem tisztán tartással szavazom.
Köszönöm szépen, ellenvélemény tartózkodás nincs. 5. napi rendi pont, 2014 évi munkarend. Szeretném mindenkinek elmondani, végignéztük. A menet közben módosításra van szükség, természetesen határozott a módosítás. Egyelőre még egy kicsit repül, ha a 2014-es évben nem láttuk költségvetési számokat, és még nem tudjuk azt, hogy esetleg milyen rendelkezések, vagy milyen törvények fognak születni. Ez még mind benne van. Tessék elén, hogy nagyon becsületesen próbáltuk összeszedni. Korrigálni lehet, módosítani lehet, de a törzsét megpróbálta a jegyzőasszony felépíteni. Velem együtt szerkesztettük ezt, most szerénységetben mondom. Köszönöm szépen. Képviselő kollégáim, amennyiben az előterjesztéssel a képviselőtestület egyetért, kérem készben tartással szavazzon. Köszönöm szépen. Ellenvélemény tartózkodás nincs. 6. napi rendi pontra térnénk át. A közhasznú non-profit tárti alapító iratának módosítása, jegyzőasszony, ügyvéddel átnéztük, bizottsággal átnéztük, mindenki tudja az anyagot. Van olyan része, amit esetleg szeretne felemlíteni szóba, vagy teljesen rendben van az anyag? Köszönöm szépen, polgármester úr. Akkor legyen szíves, annyit mondja meg, hogy mi az, amit egy kicsit a helyére kellett tenni. Tehát a nyár folyamán döntött a képviselőtestület a KFT törzstőkéjének a leszállítására, mindannyian előtt ismert a menete, ez megjelentetésre került a cégközlönyben. Azóta eltelt az a nap, az a 30 nap, amit a jogszabály előír. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy az alapító okiraton átvezessük a korábbi döntésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Végig zongoráztuk, nagyon pontosan végigcsináltuk, hogy ne legyen belőle probléma, jövői költségvetés előtt állunk. Ez most teljes mértékben helyére lett éve alpolgármester úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Csak annyit tennék hozzá, hogy a törzsdőkkel leszállítás az nagyon veszteség termelés miatt következett, de azért ezt kell, hogy mindenki tudja, hanem az ingatlanokat vett át a közhasznú non-profit KFT-től az önkormányzat, és ezáltal nagyon vagyoncsökken is történt a non-profit KFT-n, ugyanakkor viszont a jövőlegedés az önkormányzatnak. Igen, köszönöm szépen, tehát a kivezetés és a bevezetés annulálta egymást, ez volt a dolog lényege. Köszönöm, amennyiben észrevétel az előterjesztéshez nincs, kérem készben tartással szavazzunk. Köszönöm szépen, ellenvélemény 1, tartózkodás nincs. Köszönöm. 7. napi rendi pont, ismeretes a dolog, tervmódosítás, rendezési tervmódosításáról beszélünk. Igen. Bocsánat, én még a... Jó, nem, nálam van, csak nekem két anyagom van, igen. Elnézést, legyen szíves szóljon rám, mert a jegyzőasszony, mert két anyagból dolgozok. Akkor visszamegyünk a korrigált napi rendi pontnál, a 7. napi rendi pontra, a vízi közmű vagyonnal kapcsolatos döntés meghozatalat. Felmérhetjük mindenki, hogy az anyag kint van. Építész úr, Isten hozta. Örülök, hogy láttam. Mondanak két mondatot róla a mérnök úr? Nem. Jegyzőasszony? Köszönöm szépen. A település vízi közmű vagyona az elmúlt évekhez képest emelkedett. A feladata a képviselőtestületnek, hogy arról döntsön, hogy a korábbi vagyonelemek az önkormányzat könyveiből kivezetésre, ez ilyen bruttó 380 millió forint körüli összegről beszélünk, illetve az új eszköz leltár nettó 1.119.587.620 forintba bejegyezik a könyveinket. Köszönöm szépen, szeretném elmondani, hogy ez hosszú előkészítő munkának a folyamata. Embert bíztunk meg vele, aki ezzel foglalkozott, térképpel mindennel rendelkezünk. Jelen pillanatban, mérnök úr, ugye szennyvízrendszerekről beszélünk. Ennyire van felértékelve, könyvekből ezt megnéztük. Még nem tudom, hogy mi lesz a szennyvízrendszereknek a vége, államosítják, nem államosítják, fizetik, nem fizetik, ez még egy olyan dolog. Egy felmérés volt, hogy mennyire kellett tenni a vagyoni helyzetünket. Ez volt a vagyoni helyzet jelen pillanatban. Amennyiben más kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, így szavazásra teszem, amennyiben tisztelt képviselőtestület elfogadja, kérem készen tartással szavazunk. Köszönöm szépen, ellenvélemény 1, tartózkodás nem is.
Köszönöm. Akkor most érnénk a 8-as napirendi pontra. Szabó, most ellenben önt kérennek, figyeljen egy pillanatra, legyen szíves, mondjál még, egyszer már elmondtuk a munkatestületülésen, miről szól? Ez a napirend arról szól, hogy rendési tervmódosítási kérdőmet hozzánk egy társaság, ahhoz, hogy ez az eljárás lefolytatható legyen, korábban már elfogadott önkormányzati rendelet alapján a partnerségben résztvevők körét kell meghatározni, és ez a határozati javaslatról szól. Gyakorlatilag itt ugye gazdasági területről beszélünk, itt más társadalmi szervezeteket érdekelnek, nem érdekeltek úgyhogy. Köszönöm. Akkor is el kellett követnünk, helyre teszek mindent, a biztonyokkal szembe lévő területről beszélünk, arról az X hektárról, ahol egy rajraktárszerű tünemény szeretnének felhúzni. Egy összeszerelő részt, ahol magasságmódosítást is kellett végrehajtani. Képviselők vagyok, örülök neki, hogy jön egy kis ipar ide erre a részre, nem így gondoltam ezt az egészet. Ez nekünk lehet, hogy létszám gazdálkodásba is fog jelenteni, iparüzési adóba fog. Tehát valahol hozzám is lenni költségvetéséhez, forrásoldalról hozzá tudja járulni. Semmi rosszat nem követtünk el, mindent elintéztük a sorok között. Kérem a képviselő kollégáimat, hogy fogadják el a napirendi pontot. Amennyiben egyetértenek, kérem készen, tessék. A másik pedig a rendezési tervmódosításhoz szükséges telepítési tanulmány külön napirendi pontként. De ugyanazt a céget érjük. Igen. És ő tárgyak az összes költséget is. Jó, csak külön kellett szednem képviselőt. Külön előterjesztés. A 8-as napirendi ponttal, aki egyetért, kérem készben tartással szavazzon. Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nincs. 9-es napirendi pontnál szeretném azt megemlíteni, hogy az ezzel kapcsolatos összes költséget, ami a tanulmány tervről szól és a módosításról, a vállalkozó számláját terheli, és ők rendezi ezeket, illetve rendezte ezeket. Tehát ehhez különösebben nem tudom. Ugyanis az előző ülésen már elfogadtuk a módosításot, itt kellett a helyére tenni, amit ön kérdezett képviselő. Amennyiben a 9-es napi rendi a tanulmánytervel elfogadásával egyetért a képviselő testület kérem készfenntartásra szavazunk. Köszönöm szépen, ellenvélemény tartózkodás nincs. 10-es napi rendi pont. Szabó úr, kíván hozzáfűzni a 10-es napi rendi ponthoz valamit, VV Impex Kft. Rendezési tervmódosítási ügye. Tessék önni a szó. Szintén rendési tervmódosítási eljárás elindításáról van szó. Az, hogy ez a rendési tervmódosítási eljárás elindulhasson, mint az előző napirendi pontnál is, kell egy készíteni, ami alapján a képviselőtestület tud majd dönteni arról, hogy egyáltalán ez befogadható vagy nem. Most ehhez a tanulmánytervel elkészítésre szükséges, hogy a 3 oldalas szerződés megkötése, ami a kérelmezőt az egyik oldalról, másodnak a tervező, amikor az önkormányzat szerepelnek. Itt is, mint az előzőnél, a költséget a megrendelő viseli. Mérnök úr, legyen szíves mondja, mi ez a cég, azért picit próbáljunk közelebb hozzá. Ez a társaság építi a körforgalommal benzinkutat, és a benzinkút területe a magyar rendszerű terve jelen pillanatban egy védővezet van meghatározva. Ezt a védősávot jogszabályok módosítása miatt már nem kell meghatározni, és ezt a módosítást kérjük. Azt hiszem, akkor ez is rendben van. Szeretném elmondani, hogy az utolsó tárgyalásunk, ami a beruházóval, illetve a megbízott emberrel folyt, készlát volna ennek az évnek a folyamán, sajnos az a probléma jött be, hogy rendben tervekben nem szerepelt az a bizonyos fénykábel, ami az új területükön megy keresztül, és elkapták a fénykábelt, tehát megállították a beruházást, ez a helyére kerül, a közműveket már felhozták a területre, tehát tavasszal, hogy az idő engedélyben cikut építése meg fog történni. Azért mondom, mert ez Szabó úr, mert én ezt beharangoztam, hogy idén még benne volt a kábel, nem tudtuk, sajnos mi nem tudtuk, ők se tudták. Mindegy. Tehát lesz benzinkutat jövő negyedébe. Képviselő úr, tessék, Önnél. Szerintem polgármester úr, most a
az elejét nézem ennek az előterjesztésnek, illetve nem volt számomra tisztán, hogy az előterjesztésben ugye arról van szó, hogy, hogy ez a beruházásról nincs előírva az 50 méteres védősáv, tehát olyan közvetlen besorolásban van, hogy nincs előírva, ezért ezt az 50 méteres beépíthetőségi sávot töröljük itt gyakorlatilag, tehát nincs ezzel probléma. Mindenképpen mennyire vannak egyébként a lakóépületek a már meglévők ettől a beruházástól? Kb. 60-70 méterre. Ugye az úton oldalán van, és maga a benzinkút épületei a jelenlegi állapotok szerint a körforgalomhoz közelebb vannak. Ugye kb. 60-70 méter van, ez 50 méter csökkent, és amilyen szükséges, egyrészt ne legyen ez a korlát, másrészt kicsit át akarják szervezni, hogy gazdaságosabb lehessen megközelíteni. Nagyon nem fogja megközelíteni az épületet. Meg látom, hogy igazából úgy került kialakításra egy kicsit, hogy ugye a domb le lett véve, tehát hogy gyakorlatilag egy kicsit völgybe lesz, tehát ez a domb is védeni fogja az ott lakókat az zaj általamtól, meg az egyéb ilyen emlékszóvegyület. Egyébként egy kis belőzőkút ezt nem. Jó, képviselő úr, lefordítom én most az én nyelvezetem. Pontosan tudom a kérdést, ugye reklamáló voltak a szemben lévő oldalon. Ez a reklamáció, akinek problémája volt, oda került az illetékesekhez. Én pontosan tudom, hogy nem kívánom ezt a tévé előtt, mi ketten legalább tudjuk, vagy többen tudjuk. A dolog lényege az volt, hogy ne nyissunk egy utat tovább a Viola utcából fölfele, ez nem fog megtörténni. Másik oldal pedig, hogy ne terhelje zajjal a lakóvezet. Ezeket mind végigbeszéltük, és ez úgy érzem, hogy én ezzel együtt nem tudom megnyugtatni önt azzal, hogy nem lesz bejelentés vagy feljelentés. Nem jelen fog történni természetesen, hanem beruházóval. Szemben azért azt is hadd mondjam el, amikor azokat a területeket megvették, a rendezési terv már erről szólt. Tudom, és én tudom az ön gondolatait, végig tudom kísérni, de tessék elindulni, erre mindenütt felhívtuk a figyelmet, amit meg ön mondta, a szintet tolások, azok pedig főleg fognak segíteni. Ugye erről tetszett beszélni. Jó, igen. Uraim, következő, akkor mehetünk tovább, 10-es napi rendi pont. Amennyiben a képviselőtestület az előterjesztést elfogadja, kérem készfenntartással szavazzon. Köszönöm, ellenvélemény tartózkodás nincs. 11-es napi rendi pont, 11-es napi rendi pontra mennünk. Elnök úr, szóbeli kiegészítése vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatban benzinkútnál van-e vagy nincs? Elintéztünk minden. Jelző asszony, építész úr, uraim, akkor szavazásra teszem fel, amennyiben elfogadják az előterjesztést. Kérem készfenntartással szavazunk. Köszönöm szépen. Ellenvélemény tartózkodás nincs. 12-es, a közbeszerzési eljárás árok hivatalról beszélünk most egy 20 millió feletti pályázatról, egy kis módosított előterjesztésről. Jegyző asszony, senkinek nem áldozó, csak önnek adom át, utána pedig el fogom mondani, hogy miért kérem azt, hogy ezzel én legyek megbízva. Tessék önni a szót. Köszönöm szépen, a testület előtt nem ismert, hogy 22 millió, 21 millió 900 ezer forint összegben szervezetfejlesztésre pályázott az önkormányzat, és ezt az összeget meg is nyerte, ez 100%-os támogatású, tehát nem igényel önrészt, viszont az időrövidsége miatt támogatási szerződés aláírásra került, valószínű, hogy még december hónapban előleget is tudunk leírni. El kell indítani a közbeszerzést, de ahhoz a programok és a dokumentációk még nem készültek el az időrövidsége miatt, ezért a módosított határozati javaslat a polgármester urat kérni fel arra, hogy a szükséges lépéseket sürgősséggel itt az ünnepek között alatt megtehesse, és utána természetesen tájékoztatja a testület. A képviselő kollégának arról szeretném tájékoztatni, hogy ezt a beszélgetést, ami ennek a kapcsán volt, és Nács úrnak is külön mondjam, hogy mindenki képbe legyen, szóval ez nem ilyen légből kapott, az előtárgyalásokat végig lerendeztük a jegyzőasszonynal, az alpolgármester ott volt ezen a tárgyaláson, az építész ott volt a tárgyaláson, aki ennek az egész részét bonyolítja, ott volt a tárgyaláson. Én egyetlen egyet kérek, miután sürgetnek bennünket, hogy a pénzeket le kell hívni, nem tudom szerben mondani, ilyen még nem volt. Sürgetnek bennünket, hogy azonnal le kéne hívni a pénzeket, ellenben ez a beruházás, hogy 8 millió forint felett közbeszerzésért
eljárást kell lefolytatni. Adassék már nekem meg az, hogy én, szóval én nem tudom önöket citálni itt minden nap, mert ez minden nap, mert szóval ez nem arról szól, hogy meg beszélünk jövőre. Bízzanak meg bennem, én megbízom abba az emberbe, akivel szeretném ezt az egészet csinálni. Ő az, aki a közbeszerzést levezényli, az egy szakma, ezzel nem lehet játszani. Én azért kérem a képviselőtestületet, hagyják ezt nekem meg, én mindenről önöknek be fogok számolni, nekem ne szaladjál minden senki, hogy milyen közbeszerző szakértőt akar hozni. Bízzák ezt rám, ezért én vállalom a felelősséget és a hivatal vezetője. Alpolgármester úr, ott volt a tárgyaláson. Én ott voltam a tárgyaláson, és még annyit hozzátennék, hogy ez a 22 millió forint egy 100%-os állami támogatásra valósul meg, tehát az önkormányzat semmi hozzájárulni valójában nincsen, tehát itt azt hiszem, hogy nem probléma az, hogy a közbeszerzési eljárás is gyorsító formában a polgármester. Tessék, képviselő asszony. Három mondatban csak a lakosság számára, mit tartalmaz ez, tehát mire irányul ez a pályázat? Kimondottan szervezet fejlesztésre, hivatalra vonatkozik. A hivatalban különböző programokat tudunk belőle megvalósítani, illetve szoftverbeszerzésre is lesz belőle lehetőség. Kettő szoftverrel pályáztunk, egyrészt az étkeztetés, tehát az intézményünkben az étkeztetéshez kapcsolódó szoftverbeszerzésre kerül ebből a pályázatból. Ez megkönnyíti az intézményben a hiányzások, a számlázások és az egész menetnek a kezelését, és ezen kívül még egy szoftver az, ami még belefért, az pedig a ingatlankataszter, ami olyan 1 millió nagyságrendben van. Tárgyi eszközbeszerzés ennyi, a többi inkább a szervezetfejlesztésre vonatkozik, valamennyi szabályzatunk felülvizsgálatra kerül, a munkaköri leírások, belső ellenőrzési rendszer kialakítása, amennyiben lesz rá lehetőség, akkor a kollégáknak továbbképzés szükségét látnám a számítástechnikai alapkompetenciák fejlesztését is hivatalon belül, mert a napi munka miatt ez elkerülhetetlen. Nagy valószínűséggel egy kicsit az iktató programunkat is felül tudjuk ebből vizsgálni, tehát ilyen céljai vannak a pályázatnak. Jóasszony, egy mondattal folyamatos felgyorsításáról beszélünk. Ez a lakosságnak jó. Okosan szeretnénk elhasználni. És nem szeretnénk össze-vissza kapkodni. Nagyon örülök neki, hogy legalább eddig eljutottunk. Szeretném elmondani, hogy teljesen 100%-os tiszta szoftverekkel menjünk, tehát nincs semmi hamisítás, de ahogy most fölpörgött ez az élet, szóval egy pillanatok alatt kéne intézni dolgokat, és ez valószínű, hogy alkalmas lesz arra. Ma egy nagyon hosszú tárgyalást folytattunk 3 vagy 4 ember bevonásával, hogy mi legyen az a rész, amit fejleszteni kéne. Nekem is vannak olyan problémáim, ebben nem vagyok megelégedve, nem ők tehetnek róla, a gyorsaságot nem lehet, ahhoz személyállomány kell, technikai sor kell, szóval azzal lehet szórakozni. Ez lakosság, elnök asszony, lakosság részéről annyi, hogy sokkal tisztában tud egy feladatot megoldani. De hát azért a Rács urat megkérdezem, mert ő is benne van ebben, hogy nyakig rendesen, hogy amikor egy technológiai sort föl lehet gyorsítani, szóval az nem gyerekjáték. Elnök úr, köszönöm. Egy kérdésem van, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban, közbeszerzési eljáró, hogy egyenes bérésben ebben minden benne van. Menedzsment költség van benne, persze. Jó, elnök úr. Tehát nem igényel az önkormányzattól. Ez volt a kérdés, ez minden benne van. Rács úr, erősítse meg, hogy ez tisztességes. Erősítsen már meg ezt. Hát erről van szó. Tudja kérni a boldogító, igen, tessék. Tanár úr, önök érkezik. A napirendi pontok előtt nagyságrendekkel nagyon jelentes pályázatról idézőjelben még csak üzenet. A folyamatban van a sporttal kapcsolatban, az 100 millió volt, ez csak 22, de legalább olyan fontos, mint azért, hogy gondolom, úgyhogy én biztatom a hivatalt, hogy pályázom. Ez natonálunk, jelent a következő. A hivatal az én ismereteim, én azért itt élek velük, nem ülök én itt 8-10 órát, ezt felejts el mindenki. Én minden nap leülök 1-2 vagy 3 órát, ha kell, szóval tessék elhinni, hogy tudjanak dolgozni.
Jelen pillanatban, ami nekem még mindig zavaró, van létszám problémám olyan értelemben gazdálkodás jogi és egyéb téma, mert rájuk fog dőlni. Ez a jövő évnek a témája lesz. Én nem menedzselni akarom őket. Képviselő, azért mondom el, mert ezek hozzátartoznak, mert ha ez nem működik, akkor nagyon komoly problémáink lehetnek, bár csodák nincsenek. Illetve Michelin ezt meg szokta oldani, mint a sport. Aztán csodák nincsenek, de mégis az a napon megoldjuk. Uraim, szavazás! Vegyük meg kicsit viccegősebbre a figurát, mert olyan szomorú a csapat. Hát önt, ahogy megnézem, kezdődik a kérdéssel, ezt szemüvegével, ezzel a kis így nagyon, megint az jadunk magukra, ugye? Köszönöm, szavazásra teszem föl. Erről a véleményt. Bocsi, ennyit a rúcuszkodásról. Azt mondja, 12-es napirendi pontot, amennyiben a jegyzőasszony előterjesztését elfogadja a képviselő testület, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 13-as napi rendi pont, Jánbor úr, az önvéleményre vagyok kíváncsi, el az enyémre. Te meg kegyeleti szolgálat, azt mondták, hogy azt tetszett mondani, hogy átnézték az anyagot. Helyén van. Elnök asszonynak adom. Nem adom, most nem adom. Én meg nem adom. Ne adjál. Ebben ő kompetensebb. Akkor nem adom a jegyzőasszony. Akkor más, megdolgoztatja szerint egész éve szalad. Jegyzőasszony, ami a szociális brigád, a szociális szocialista brigád, ami ki kell osztani a legkülönbözőbb jelvényeket, a bizottság, a szociális bizottságnak a véleményét észrevételezte, elfogadta és beépítette az anyagba. Rendben vagyunk, nemzetes asszonyok. Akkor szavazásra teszem föl, amennyiben elfogadják, kérem készfent tartással szavazzanak. Visszamentünk egy kicsit a múlt évezredhez és évezredhez. Köszönöm. 14. napirendi pontnál elnök úr. Elnök úr, az új papíron. Ön, tudom, ön is ugyanabban van, két papír van. Ön elnök úr. Elnök úr. Elnök úr, az ön napirendi pontja, ön készítette elő a két bizottsággal a pénzmaradványok felosztását. Van abban valami eltérés, vagy kíván valamit szólni hozzá, vagy szavazni kéne, vagy tagadni? Elnök úr, szeretném valamire felhívni a figyelmét. Olyan jól dolgoztak a bizottságok, hogy Kozám István önkormányzatának lehetősége van arról, hogy adjon jobbító szándékkal kezet. Hát tessék meg ezeket tudomásul venni. Nem tettünk ketten róla. De legyen szíves, vezess elő, ezek tisztességes dolgok. Van itt olyan ember, aki a megyéné dolgozott, Jeles Ugrány Zoltán. Azért ez tisztességes, hogy ilyeneket tudunk adni bizottság, vagy egyesületnek. De ha nem tudja elmondani, én átadom a Rács úrnak a szót. Rács úr, itt van a bizottságban, és én tessék meg jártam. Rács úr, önni a szót, tessék. Köszönöm szépen, nem voltam itt, amit tettem én, és kívánok el, de áttették egy másik napra is, én sajnos az egész nap este voltam. Nem tárgyaltam. A szükséges, akkor én... Hát most még erősen elgondolkodom, mert nagyon biztos, hogy a 75. szólnál. Kezdve, zavarja a fogan, nyugodtan tegye ki, mert... Zolika. De nem volt egy túlságosan nagy pénz a bizottságnak, illetve a testületnek is az egy a vezetőségnek támogatásával kapcsolatban a bizottságnak, de azért nagyon jó sárpákat mindegy, hogyha elvettünk egy csomó lóvét, és az év végén 250 ezer forint maradt a bizottság vízőjelben rendelkezésére, úgy döntöttünk, hogy azok az egyesületek, akik idézőjelben nincsenek, hivatalosan bejelentve, de viszont a városinak a jövőjét nagyon sok fellépésen szegyenekkel szolgálják, és nagyon köszönjük nekik, hogy a megmaradt részt ezeknek az egyesületeknek be vannak olyan, sorolva, csak hogy ezeknek az egyesületeknek, illetve az egyházaknak ezt a pénzt felosztottuk, és itt van szó szerint, hogy kinek jár, és hogy milyen formában. Elnök úr, mindenki meg fogja ezt kapni, én nem, én engem mindig a következő.
Minden egyes egyesületünket nagyon tisztességesen támogatja a Tarcsai-féle elnökbizottság és az önbizottsága is. Tessék nekem elhinni, ezek lehető szerény összegek. Szeretném azt is elmondani, hogy megbeszéltünk előtte dolgokat a Szociális Bizottság elnökasszonyának és a tagjainak. Volt közbeszű javaslat, hogy szeretnének még plusz hozzá kérni. Ezért most én kérem meg, nem szeretem fölolvastatni, legyen olyan szíves, ismertesse, hogy ki az, akinek nagyon kedves kis karácsonyi ajándékot még tudunk adni. Ha nincsen előtt az anyag, akkor a jegyző azt mondja, hogy felolvastatni. Két oldalon is, polgármester úr, meg a piszkozatot előttem. Elnök úr, a piszkozatot az törője ki most az eredetit, jó? Vagy a javaslatot mondanám, hogy először is a Nagycsaládosok Egyesülettel tudva lévő egy adventi vásárt rendezett a múlt héten, és jó, által jó is sikerült a lévőknek, szükségem voltam Romániába. Magyarországon. Ennek a rendezvénynek a bebonyolítása 40 ezer forintos segítséget adott, amit keresztül sikerült legalizálni. Az életesi autistákat segítő egyesület szintén a múlt héten a Dél-Bere alapítványgal közösen képviselő elnöktársak műsor volt. Egy nagyon szép karácsonyi adventi műsor adtak elő, és úgy gondolt a bizottságon ennek a rendezvénynek a támogatására 40 ezer forintokat. Továbbá 20 ezer forintot plusz a ugyanennek a segítő egyesület, meg egy járva kisnának a karácsonyi jobb átétel, szóláztatását, tehát ezt támogatja a bizottság, úgyhogy előre is köszönjük. A Német Nemzetiségi Egyesület, ugye, hát hogy mondjam, eléggé csak mosta volt ebben az évben, egyszerűen nem is kérte támogatást, úgy éreztük, hogy azért működnek így, meg a bizottság úgy döntött, hogy 30 ezer forint van az egyesületnek. Most ezen belül van két egyesületünk, vagyis hát énekegyüttesünk inkább így. A Melódia Tár énekegyüttes és a Kantő Nova énekkar, akik szintén 20 ezer forinttal támogatnak. Rosszul mondtam? Ja, Kantő Nova. De mindenki jól hassa. Elnézést. Kantő. Ugye az, hogy a Milánó szkála is, akkor rendben van. Polgármester, a Milánó szkála, igen. Elnök azt mondja, hogy elkedves, ne nevessen ki. Nekem az mindegyében Kantinova. Uraim, én végre jövök, hogy végre vidámság költözött sorai. Mi van, a műsor? Nem, hát a nyelvújító műsorok tudják keresztül. Polgármester, csak a rosszra legyen. És ötös is egy kis komolyságot kérdezik. Igen. Bécsi tanárul csak tudja. Roha Nemzetiségi Önkormányzat két alkalommal próbált rendezvényekre tőlünk kis segítséget kérni. Ugye az egyesületi törvényekkel kapcsolatban önkormányzatokat nem támogatunk és egyebet, de viszont ugye részt vesznek elég, hogy mondjam, a város életébe, és így karácsonyra, az esetleg a Mikulás napra, hogy ötött a bizottság, hogy 20 ezer forinttal megtámogatja őket. Akkor ugye van két történelmi egyházunk, a református templomét építő alapítvány, illetve a katolikus egyház, és őket is 30-30 ezer forintot támogattak, hogy az adventi, illetve az ünnepi hangulat kicsit jobbá tette ezt. Köszönöm szépen, ennyi volt, 250 ezer. Elnök úr, én örülök neki, hogy egy kicsit vidámra vettük ezt a dolgot. Szeretném azt is elmondani, hogy ezt Pozár Istvány megtette. Még egyszer mondom, mind a képviselő két csapatának, a pénzügynek és a szociális bizottságnak. Én nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Szóval nem mennem ezt különben, így is vannak köröngyös dolgok, de általában át szoktuk lépni ezeket. Nem baj, képviselő jövő évben megígérem önnek, hogy a nyelvújítással fogunk foglalkozni, de most szeretném, mert elnök úr, én úgy örülök, nem tisztelem önöket. Nagyon szépen köszönöm mind a két csapatnak. Gondolom, hogy ezzel egyetért mind a két bizottság. Így van, akkor szavazunk, amennyiben egyetértenek, kérem, készfenntartással szavazunk. Elnézést, mert vagyok a szavazásnak.
képviselő azt, hogy ez lesz, hogy szépítettem. Még nem kell szavazni, hogy még előfordulhat. Köszönöm, ellenvélemény tartózkodás nincs. Szeretném a... jegyzőasszony. Ugye tetszik úgy, hogy imádok, tehát ne így tudom. A küszöbök rajtam keresztül vezetni, tessék megtanulni. Na, menjünk tovább. Egy pillanat, megvan. Nem tudom, egyetlen egyet szeretnék kérni, ugye a húsboltról beszélünk, tehessen már zárt ülésbe, vagy beszéljük meg. Szemét érint, van egy zárt ülési témán, elő van tárgyalva az egész. Előterjesztem az anyagot. Jó, legyen kedves képviselő. A kérdés a testületben. Terjesztem napirendi pontra, vagy tegyem zárt ülésre. Ha önök azt mondják, hogy tárgyaljuk napirendi ponton, akkor igen, ha önök azt mondják, hogy zárt ülésre, akkor azt szavaztatom meg. Tehát először hagyjam nyilvános napirendi ponton, szemét érint. 1, 2, 3, 4, 5. Ellenvélemény 1, akkor 2. Rendben van, következőről szól, most némnék mondom, jó, húsbortról beszélünk. Kinek? Zolika. Nem, bocsánat, ez 7. Akkor csak tartóztatni? 5-2 volt. 5-2 volt. Az 7. 8-2 volt. Én azt szavaztam, hogy szavol, hogy vezessük. Én számoltam bele. Én szavaztam. Igen. Akkor én igen. Megvan a 8. Akkor bocsánat. Akkor 6. Csak a vörösket is van. Magyarán volt 6-3 volt. Igen, öcsi keze nem látszik. Igaz? Magyarán volt 6-3. Tényleg. Uraim, következőről szól. Decemberben egy pillanat figyelmet kérek. December 31-jel jár le a Murzsikon téren, vagy körtéren, ahogy tetszik, a húsboltnak a szerződése a vállalkozóval. Menet közben volt vállalkozó, aki átvette volna a húsboltot, de visszalépett, nem igényli. Az önök előtt lévő vállalkozó, aki jelen pillanatban is ezt a tevékenységet folytatja, a következő tárgyalást folytattuk levele 1, 2, 3, 4, 4 szem közt, vagy 8 szem közt. Ja, mondjuk a tapadás. A tárgyalás arról szólt, hogy ő decemberben leadja ezt a boltot, ha tartjuk ezt az eredeti állapotot, ami 10.000 forint magasságáról szól, havi szinten, béleti szinten is a rárakódó költség az egymás, akkor a sertésvágási szezont végig csinálja, de ha nekünk úgy tetszik, bármelyik pillanatban a boltot meg lehet adni és el lehet adni. Tehát minden lehetőségben benne van. Az lett volna a kérésem, és úgy gondolom, hogy onnan a központi részről, bár mellette van 150 méter egy másik bolt is, nem kéne megtépázni ezt, ki kéne várni ezt a téli időszakot fűtésével és mindennel együtt, de vele párhuzamosan a hirdetést is meg lehetne tenni. Szeretném önöknek azt is elmondani, hogy kértem egy új értékbecslést, tetszene tudni, miről szólt a másik. Tehát az ingatlan érték az ennyi, a piaci értéke azonban messze nem ennyi. Meg fogjuk ezt is kapni. Nekem önök felé az a tisztelet teljes kérésem, hogy ezt az embert, aki egy kicsit megúszott ebbe a témába, szebben nem tudom mondani, mert igazából aki akarja, azt tudja. Próbáljuk átsegíteni ezen a nehézségen. Szeretném azt is elmondani, hogy az intézménynek az iskolai büfé részét is családon belül üzemeltetik. Az intézmény igazgatójával megbeszéltem, tanév végéig aláírtam a szerződést. Bocsássák meg nekem, én ilyen emberséges vagyok, semmi gond nem volt előle. Ami probléma volt a háttérben, minden rendezésre került, most az anyagi jószágokról beszélek, minden a helyére került. Kérem szépen, erősítsenek meg abba emberségbe és minden egyes értelembe. Ezt az első negyedévet játsszuk ki végig, ugyanakkor a hirdetést pedig bármikor fel lehet adni. Ez volt négyünknek a megbeszélése. Nem kívánunk felette vitát nyitni, bármikor, bármit meg lehet szakítani. Most egyelőre adjunk neki valami lehetőséget, hogy próbáljanak helyre jönni. Én amondó vagyok, tanácsnok úr, ön, mint nagyvállalkozó ember, vagy akkor nem olyan nagy vállalja, hát akkor mondjon valamit. Köszönöm, Balázs, teljesen egyetértek a régen
tökéletes logikus, amit ön elmondott. Én anélkül, hogy most általános vitára bocsátanám, hiszen a napirendi pont már amúgy sincs, ez különösebben előkészítve, és nem akarom most csak egy gondolatébresztőt szeretnék elmondani. Egyrészt valóban én is akkor javasoltam, és ide támogatom is most is, hogy ez miért legyen is. Arra szeretnék visszautalni, hogy zárt ülés vagy nyílt ülés. Én azt gondolom, hogy abban nekünk nincs félni valónk semmilyen módon, hogyha az önkormányzati tulajdont, mint olyan, megpróbáljuk olyan módon hasznosítani, hogyha ebbe bérlő marad, akkor nekünk nem kell ezt őriztetni, nem kell az állagát nyilván utána felújítani olyan értelemben, hogy nyilván ez alatt romolna, őriztetni, stb. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen logikus és az önkormányzati vagyont szem előtt tartva meghozott döntés volt, még akkor is, hogyha ezt ingyen, minimum pénzért, bármilyen pénzért, ez egy logikus önkormányzati döntés, ebben nekünk nincs szégyen van. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, és azért mondtam, hogy ez gondolatébresztő, hogy ez ugye egy darab önkormányzati vagyon. Nyilván érzékeny terület az, hogyha piac vagy versenytorzító elemeket építünk be, és azt mondjuk, hogy mondjuk a piaci ár alacsonyabb van, vagy valamilyen egyéb módon idézőbe avatkozik be a testület, és mondja azt, hogy az üzemeltetést lehetővé teszi. Erre az egy esetre azt gondolom, ez nem igazán vonatkozik. Viszont ez egy jó példa arra, hogy hogyan építünk le egyébként egy vagyontárgyunkat, és most nevek nélkül nyilván nem akarom kihangsúlyozni erre a területre, de ez másnál is igaz lehet, és ezt gondoljuk, hogy máshol már ezeket szabályozzák, ezeket a kérdéseket. Tehát volt egy önkormányzati tulajdonunk, mely jó szituált bérlővel, hosszú távon régóta működött, majd nyilván egyébként engedélyezünk, mert nem biztos, hogy van egyébként jelenleg eszköz a kezünkben, más hasonló profilú 150 méterrel ott mondta a polgármester úr lévő egység üzemeltetését, és ezzel leértékeltük a saját ingatlanunkat, egy ingatlan vesztés, egy értékvesztést is elkövetünk közvetve, hiszen akkor, hogyha nincs benne jó bérlő, akkor nem tudjuk jól állambérlődni. Ez csak egy gondolatkérdeztetés, mondom, nem akarom most általános vitára bocsátani, de nagyon sok helyen már szabályoznak bizonyos dolgokat, ez egy kisváros. Nem gondolom, hogy el 6 éttermet, 18 kocsmát, és most sorolhatnám azokat a dolgokat, végig kell majd esetleg ezt is gondolni, és esetleg elő kell venni azt, tapasztalatra gyűjteni hivatal oldalára olyan, akár külföldi példákat is egyébként, ahol mondjuk nem engedtek a városok multicégeket, szabályoztak négyzetmétereket, és biztos vannak olyan eszközeink, amelyekkel ezt majd esetleg a jövőben lehetne szabályozni. Mondom, nem akarom vitára bocsátani, csak gondolatérvesztő volt, hogy polgármesterem támogatom ezt. Tanácsnak úr, ugye ön már lassan 10 vagy 15 éve van velem együtt valamilyen formában, hogy mondjak az éve valami. Most még mielőtt lelövettünk, azért másik dolog. Tudja, ahhoz képest, azért mondom, mert mi ezt mindig őszinte és őszívvel tudom, azért ő még ilyen 30-35-40 év körüli fiatal ember, volt egy picit, a száfát nem adtam hozzá, meg a bétát se. Tanácsnok úr, bős dolog volt, amit mondott. Szóval higgyél azt el nekem, ahogy az ember felett múlik el az idő, azért a bölcsesség is megjön, és azért az látszik, hogy mondjam, mert nem kuncsolásként mondom, aki a gazdasági életben a rossz oldalat is megtapasztalt, ebben önnek is volt rendesen része, azért az meg tudja kontrollni, hogy milyen bírálható, vagy milyen előterjesztést kell előtenni. Ezt én önnek megköszönöm, de ez ugyanúgy vonatkozhat a Rács úrra, a másik vállalkozóra, a harmadik vállalkozóra. Bölcsesség volt, amit mondott, úgyhogy most ne arra, hogy kapok tőlem egy kis ötöst, jó? Nem római, csak kis ötöst. Hát akkor kétszerűz, az három, az ma azért nem rossz. Kaphatsz egy gyakorlást. Köszönöm, elfogadtatom, illetve elfogadtatom, szavazásra teszem fel, amennyiben tisztelt képviselő kollégák ezen kiegészítéssel együtt elfogadják, kérem, készfenntartással szavazunk. Köszönöm szépen. Ellenvélemény tartózkodás nincs. Janikovszkira mennénk át, de most nem a Janikovszkiról beszélünk igazándiból, hanem az iskola dolgozóiról. De most azért, hogy én tudom, hogy hívják, csak azért szeretném kiemelni mind a kettő Janikovszki, de most az iskola dolgairól beszélünk. Szeretnék önöknek elmondani, hogy így tiszta, így egyenesben nincsenek titkai, utálom a hazudozást. Következő. Amit elmondtunk, és megkértem a nyelvúrat, hogy nézem azért egy picit a pécsi berkekbe, utána 3.600.000 forint megtakarítása volt az intézménynek bérszinten. Ezt a Rács úrnak mondom, elő foglalkozott ezzel a résszel egy felettünk álló másik szervezetben.
Mindegy volt, hát még lehet, de még ebbe az évezredben, szeretném mondani, hogy akkor azt az információt kaptuk, hogy az intézménynek a dolgozó, most csak az iskoláról beszélünk, amit elmondtam előttem, semmiféle hátrányos helyzet nem fogja érni. Én szeretném elmondani, hogy végtelen nagyra tisztelem a pedagógusainkat. Egy héttel ezelőtt azt az irodalmat kaptuk meg, egyrészt irodalomban, másrészt pedig szóban, hogy a Klebersberg, azaz a Klik Fedő nevű intézmény, most ilyen csúnyán mondom, nem tudja ezt prezentálni, amit megígértek év elején. Ezért hozzám is lenni képviselő testületéből a pénzügyi bizottság elnökét, az alpolgármester urat, Vörös István urat, Jámbor képviselő urat, Rács urat kerestem meg, nem kerestem meg mindenkit, azért nem kerestem meg a Tarcsét, mert ő talán most direkt nem, hogy ne legyen ebből probléma, nem akartam, hogy milyen hajlások legyenek. Hozzám is nem pedig szeretné tartani azt, amit megígértünk januárban a pedagógusainak, hogy kapják meg ezeket az összegeket. Minden információt a minisztériumtól kezdve mindent összekapartunk, és egyetlen egy lehetőségig jutottunk. Ez az összeg a 3.600.000 nem működik, ellenben ajándékozás vagy utalvány formájában 2.400.000 forint, jól mondom az összeget, most jó papírral előttem mindennel együtt. Ez a dolgozóknak a rendelkezésére áll. Én egyetlen egyet kérek a képviselő kollégáimtól. Van rá lehetőségünk, másik oldalon ezt megkapjuk. Nem kell korrigálni, se tartalékként, semmit, beleférünk a dolgainkba, el tudjuk intézni, nem kell költségvetést biztosítani hozzá. Én végtelen tisztelettel mind a két értelemben, mint Völgyesi Gyula, mint szülő, és úgyis, mint polgármester, nagy tisztelettel kérem Önöket, hogy ez nem egy nagy összegről beszélünk, mert ez körülbelül 28-30.000 forintot jelent egy embernél. A pedagógusok soha nem volt nagy a fizetése, most picit helyre tették. Én ebben kérem az Önök támogatását. Szeretném azt is elmondani, hogy dologi kiadás vagy plusz finanszírozást kapott az önkormányzat. Messze fedezi ezeket az összegeket. Azért kérte meg a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a saját csapatát aspirálja erre a kérésre. Ezért kerestem meg Önöket, hogy támogassák ezt. És a Tarcsét Gyöngyöt azért nem kerestem meg, mert ő neki alapállásból, mint pedagógusnak ezt a témát segíteni kell, ha valaki elhazudja az igazságot. És én ezt nagyon utálom, amikor emberek hazudnak a másikaknak. Én ezt most itt befejezem, nem kívánok hozzá feltenni semmit, egyetlen egyre kértem meg a képviselőről. Legyen szíves, ha úgy alakul a dolog, prezentálja, hogy Kozár Mislen azért nem hazudott. Kozár Mislen, amit ígért januárban, megtartja akkor is, ha a következő szervezet erre képtelen. Ugyanis a bölcsödet, óvoda mindenki megkapta a juttatását, szeretném Önöknek elmondani. Ennél lényegesen magasabb összegben. Képviselő úr, kíván ebben nyilatkozni, vagy egyelőre nem? Polgármester úr, szerintem mindent elmondott, hát várható volt január 1-ével egy nagy szervezetre fog beletartozni a Jamikovszki Általános Iskola. Tovább is megy a Jamikovszki Általános Iskola járulán 2012-ben. Ugye nagyon szorosan tartozott a Kozár Miskolai Önkormányzathoz. Ugyanúgy, mint idén, tavaly is minden intézményünkben tudtunk adni érdekű jutalmat. Ez a mostani intézmény a Pécsi Tankerület. Mintek a Pécsi Tankerület sajnos nem tudja ezt megtenni. Ami meg tudjuk, akkor említem most is, én azt mondom. Ha ilyen formában, ilyen formában. Képviselő úr, én erre kértem Önt, és át fogom küldeni ezt a levelet, amennyiben most a képviselő testület elfogad, én át fogom a Klik igazgatójának küldeni, vagy nem tudom, hogy mi a titulusa, hogy Kozár Mislen megtette azt, amit megígértek neki, de nem teljesítették. Nem sértve őt, mert ő ebbe aztán az égvilágon semmit nem tud tenni. Alpolgármester úr. Köszönöm szépen, polgármester, kicsit szakmainak szólnak hozzá, hogy hogy alakultak ezek a dolgok így. Talán akkor egyszerűbb lesz megérteni a helyzetet. De mi azt szerettük volna, hogyha kafetériában kiosztható lett volna valamilyen utalványban egy nagyobb összeg, ez 96.000 forint lehetett volna jogszabályok szerint, de sajnos, mivel nem mi vagyunk a foglalkoztató,
ezért ez a kafetéria téma nem működött. Megpróbáltuk ezt az összeget ugye átadni a klipnek, a klipnek viszont bizonyos technikai problémák miatt ezt az összeget nem tudták fogadni, nem tudták hogy kezelni, mert ugye ez egy külön összeg, ami csak a mi iskolánknak került volna oktatásra, ezért nem tudták elvállalni azt, hogy ezt a kafetériát kifizetik. És ezután kerestünk egy olyan megoldást, tehát ezt mi a szakmában úgy hívjuk üzleti ajándék. Egy üzleti ajándékként minden pedagógusnak a maximum összeget megpróbáljuk biztosítani. Ez pedig úgy működik, hogy a minimálbér 10%-át lehet ilyen üzleti ajándékként kiadni, egy éppen háromszor egy főnek. Tehát így alakult ki ez az összeg, annyit meg hozzátennék, hogy ennek 54%-os személyi jövedelem adott vonzata van, tehát ennek az összegnek meg fognak kapni, így ami maximálisan így van 1.500.000 forint, ennek az 54%-át még 20-ba be kell figyelni a állami költségvetés. Köszönöm szépen, elnök úr, miután önnel is tárgyaltam erről a témáról. Köszönöm szépen, polgármester úr. Nagyon sajnálom, mire jutottunk el, hogy egy államapparátus nem tudott belépni. Ekkor adott egy kifizetve a szerencsétlen Melosnak a helyéből, és akkor még elkeresztük kiskapukat, polgármester úr, ezt egy kicsit a karácsonyunk vagy a megbecsülésünkkel tudjuk támogatni, és akkor nincs az országban a kormányban egy precedens ember, aki azt mondja, hogy ez mehet. Mert azt hangoztatták, amit a kütket átvették, szó szerint hoppa, lóra, igazgatónő, vagy nem tudom, hogy hívom. Teljesen úgy értem, hogy minden csak kicsoda, hogy az önkormányzatok, ha akarják, támogatják az iskolát és a tartásületeket, és most nincs rá törvény, hogy azt mondjam, hogy tisztelt tanárok, itt van, ennyi pénzt tudunk önöknek adni, hanem lesújtsuk 50-50-100%-os adóval, és adunk egy úttörő bélyeget. Nagyon szomorú, hogy itt áll ez az ország. Köszönöm szépen, Tóth. Elnök úr. Saját véleményem van. Elnök úr, engem ezek rendkívül módon bosszantanak, nem tudok ellenemíteni. A szaldótól kezdve minden pénzügyi szervezettel, minisztérium, mindenkivel végig zongoráztuk. Hát gyakorlatilag azt mondták, hogy ez elmegy. Ez három részletben megy el, ezt tudjuk adni. Szeretném elmondani, többet szerettünk volna adni, volt rá lehetőség, nem tudjuk, törvény nem lehetséges. Befejezném ezt a tépet, azt akarom kérdezni, hogy van-e olyan, aki a saját intézményünk dolgozója is nem kapott valamilyen formában valamilyen juttatást. Nincs. Legyen az technikai dolgozó, vagy tehát művelődési ház is. Mindenki megkapta. A választ most mondom önnek, bölcsőde, óvoda, óvodők, pedagógusok, dadák, technikai személyzet, mindenki nagyon-nagyon komoly összegeket kapott. Aki ezen belül a KHT-hoz tartozott, az a KHT-nak abból a keretéből kapta meg. Szeretném én azt elmondani önnek, nem mondok egy nagy összeget, de 100 és 150 ezer forint körül gondolkodunk, jó? Átlagosan. Ez így ment. Nem brutum, nem emeltem ki senkit ebből a témából, és ebben az esetben egyet nem tudok megtenni, szeretném elmondani, mert ugye arról volt szó, hogy az intézmény vezetőit azért emeljük. Ebben a variációban kiemelni sem lehet, mert 9800 forint szorozva 3-mal, ez az a maximális összeg. Én berendeltem az intézmény vezetőjét, jelesül Károly Évát, nekem nagyon sokat segített az az ember, nehézségek is voltak vele. Ezt tudjuk felajánlni jó szívvel. Nem részemről voltak a nehézségek, maradjunk annyiba. Ezt meg fogják kapni. Én ehhez kérem a segítségüket. Amennyiben elfogadják, még nincs vége a mondani valóknak, mert abban a pillanatban, hogy holnap kapcsolatba lépek az egyik nagy cégnek a Nempécsi központjával, mert ezeket a utalványokat le kell kérni, tehát ezeket le kell gyártani, nem tudtam már kiebb túlni. Mi abszolút törvényesen jártunk el. Ha ebből nekünk bármi problémánk lesz, vállalom az úr díjmát, senkire nem fogom rátolni, én már evittem egy pár balét, nem kellemesen, vagy nem nagy jól, nagy örömmel. Kérem a képviselő kollégáimat, fogadjuk ezt a javaslatot el.
kíván hozzászólni? Nem, köszönöm szépen, a szavaztasson, akkor elmondom, hogy ezt úgy párhuzamos, hogy nem szeretném viccesre venni. De akkor nem szavaztatom addig meg, vagy szavaztassam meg? Függetlenül csak egy kicsit mosolyogtam azon, hogy ugye az állam, aki ez esetben aki nyilván nem tud, vagy akar ebben a kérdésben részt venni, és nem tud, és akar fizetni, és mivel ha már nem tud fizetni, elfogad tőlünk 812 ezer forintot még adóformájban, mint még beszélt. Így van. Pluszban van egy kicsit az ügyön. Óriás. Köszönöm, szavazgassam. Képviselő úr, el nem tudom önnek mondani, hogy ez engem például mennyire bánt. Én ezt nem, az ilyet nem szeretném. Az emberek de a piacgazdaságban pénzből élnek, és én azért szeretném, amit oda lehet embereknek adni, adjuk csak oda, és ők a nem tettem számos, hogy ezzel egyetért képviselő asszony, gondolom a pedagógusok. Nem könnyű. Szavazásra teszem fel, amennyiben a képviselő kollégák hozzájárulnak ahhoz, hogy azonnal kezdjem meg az intézkedést, kérem készben tartásra szavazzanak. Köszönöm szépen, átadnám a szót az alpolgármester úrnak, mert még lesz két napi rendi pont. Mindenek előtt nagyon-nagyon szeretném megköszönni a képviselő kollégáimnak az ezéves munkáját. Vigyék el, nem volt egyik kendégű. Nem indultunk könnyen, nem kaptunk plusz támogatásokat, pályázatokat, amik kellett, megnyertünk. Nagyon komoly pályázatok beestek, páratlan pályázatok is olyan összegbe, hogy majdnem az ájulás környékezett, ez most a 400 volt szó, de a több is mind ilyen ellenes. Gyakorlatilag amire pályáztunk, megnyertük, a vakkollektoros témát is megnyertük, berendezések folyamatban van, rendőrségi témát végig csináltuk. Tehát amit erre az évre a bizottság, illetve a képviselőtestület megígért, hogy erre a 4 évre, higgyék el, mi azt teljesítettük, sőt most már messze túl teljesítettük. Szeretném megköszönni önnek, képviselő kollégámnak a munkáját, szeretném megköszönni azoknak a városlakóknak, akik ebben a munkában segítettek. A rossz kritikákat, vagy a nehéz kritikákat is világos, hogy meg kell köszönni, tanulni lehet benne, vagy belőle. Miután az év vége felé közeledünk, és mondtam, hogy a karácsony a szeretet, a békesség, a megtisztulás, vagy az emberek kéznyújtása egymás felé, ennek az ünnepe, és itt vagyunk a küszöbén. Higgyék el, a Kozám és Lenyi önkormányzat nagyon igyekezett azon, hogy ez a mi részünkről, ami ehhez megtehető legyen, minden értelemben megtegye. Nagyon pontosan segítettünk mindenkit, elmondtam a pici babáktól kezdve a nyugdíjasokig, az egyesületekig, a szociálisan rászorultakra, mindenkire gondoltunk. Most is folyamatban vannak ezek az ügyintézések. Remélem, hogy mindenkinek szép karácsonya lesz, és aki családban él, kívánok mindenkinek. Nagyon boldog, nagyon kellemes és nagyon békés ügyében, és karácsonyi ünnepeket is hadd mondjam el, amennyiben a társadalom ilyen folyamataiban idegenedik el egymástól. Nagyon jó volna, ha nyújtott az összefogó erő, és ez családok nélkül, emberek nélkül és segítségek nélkül utasításra nem megy. Én azt kérem a Kozám és Lenyi 6200 lakóstól, az egész picétől is, hogy próbálják megfontolni ezeket a gondolatokat, és próbálják magukévá tenni azt az egy mondatot, amit szoktunk szlogenként használni, jó szeretni való világban élni, Kozám és Lenyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak az ülés vezetését az alpolgármester úrnak. Átadom, a törvényesség ügye pedig maradt tovább. Köszönöm szépen, képviselő úr. Polgármester úr, ha megengedi, akkor mielőtt elmenne mégis, mivel Tarcsai képviselő asszony említette és megkérdezte nagyon, hogy mindenki kapott elismerést, és tényleg büszkék lehetünk, hogy minden egyes dolgozó és mindenki tudott elismerést kapni. Én azt gondolom, hogy néhány mondat elejéig vannak olyan emberek még, akik megérdemlik ezt a dolgot, és én magam a városban is, és itt is sokszor látom az úgynevezett, és nem is úgynevezett, hanem tényleges közmunkásokat. A közmunkások sok ember szemében úgy vannak, hogy ezek valamiféle, nem is talán ember számba vett emberek, akik kuncsorognak állandóan valamiféle munkáért, holott ők nem azért közmunkások, mert ez a jó kedvük, hanem mindig a munkahelyük. Tehát, hogyha ha kuncsorognak munkáért, akkor azért van ez, mert szeretnének dolgozni, szeretnének pénzt keresni. Én azt szeretném kérni mind a lakosságtól és a vállalkozóktól, hogy ezekre az emberekre úgy tekintsenek, mint rendes dolgozókra,
és sajnos én is magam sokszor tapasztalom, hogy nem olyan az irányba való hozzáállás, tehát mintha nem is vennékni a ember számba őket, hogy ezek az emberek azért közmunkások, mert nincsen rendes munkahelyük, nem találnak munkahelyet. Legalább szóban ne bántsuk őket, és köszönjük meg nekik is azt a munkát, amit végeznek azért, hogy rendben legyen a településünk, és egy-egy jó szóval akár feléjük biztosítsuk őket arra, hogy igenis köszönjük meg a munkájukat, hogy értünk dolgozni. Köszönöm szépen! Ez a világ legtermészetesebb dolga, szeretném megmutatni. Én folyamatosan a közmunkás, én olyan ugyanolyan egyszerű ember vagyok, mint ő. Azt eleve szeretném, és azt nem szeretném megköszönni önnek, hogy ezt elmondta, mert azok az emberek nem biztos, hogy attól vannak ebben az állapotban, hogy ők ezt akarták. Sajnos a gazdák, a piacgazdaság ilyen. Azt eleve szeretném önt megmutatni, hogy az önkormányzat részéről minden lehetőséget, amit kértek, mindent megpróbáltuk megadni. A Rács úr, most ezzel a gondolatával az emberségből ön is kóros pontot kapott. Elra kérdezik, ezt mondtam, de el kellett mondani. A vörös korelnök kettes, minimum egy, nagyon nehéz följavítani. Az utolsó szója meg. Korelnök úr. Rövid szeretnék lenni, de itt ugye említés került a különféle elismerésekről, az jutalmakról, és természetesen KT-re is meg lettek vidalmazva, de én ettől függetlenül én azt hiszem, hogy a képviselő testület nevében szeretném megköszönni a KT-nek a munkáját, az egész éves munkáját. Tehát azért ekkora területet ilyen szépen rendbe tartani, amit ők végeznek egész éven keresztül, azt hiszem, hogy le a kalappal, és ha netántán reklamálást kapnak is bizonyos munkákért, én azt mondom, hogy valaki álljon az illető helyébe is csinálja, csak ne többet, csak egy napot csinálja végig, és utána kezdjen reklamálni. Ennyi, csak ennyit szeretem volna, és szeretném megköszönni mindenkit. Képviselő úr, hadd mondjak én önnek valamit, erre is muszáj reflektálom, mert nem marad bennem. A képviselőtestület nem zárkózott el ezeknek a kérdéseket, ezeket azokat nem így szokták, tehát az emberek, akik itt dolgoznak, nem feledkezett meg a képviselőtestület a fél évről, az év végéről. Nem feledkeztünk meg a hivatalon. Ezek ilyen dolgok. Tessék ezt nekem elhinni, hogy ezt lehet mondani akármilyen munkának, se bárminek. Ez a történet itt nem erről szól. Aki ide kijön erre a településre, külföldiek vagy belföldiek vagy más városokban, azok azt mondják, hogy itt rendben. Ezzel lehet szórakozni, lehet amortizálni, lehet emelni. Mégis azért hadd mondjam el, hogy hatalmasak a területek, nagyon sokat reál módon viselkednek, amit rendezni kell, és nem tudunk vele mit tenni. De ilyen az ember, attól kulcs a társadalom, és attól ennyire szegmentált minden irányba. Képviselő kollégáim, önöknek is kettes fölé. De a régi osztályzat szerint meg ott az egyes volt a legjobb, ez négyes. Következőt még egyszer szeretném megköszönni önnek az egész éves munkáját. Szeretném elmondani, hogy költségvetés előtt vagyunk, nem lesz éppen egy lányálom, majd kíváncsi vagyok a varázsszavakra, meg a sarkozatra, meg a belső osztogatásokra. Minden esetre a képviselőtestület ebben az évben is emelcővel vagyrazdja el a piedesztált adósságunk, egy fillér nincs. Kaptunk egy áramsor, és köszönjük ezt a levelet, hogy köszönjük, hogy jó dolgoztak. Nálunk nem kellett milliárdokat eltakarítani az asztalról. Ezen kívül én a hatását különösebben nem érzem, hogy az önkormányzat visszakapta volna. De majd reménykedünk ebbe, hogy valami lesz. A tervezett beruházásaink folyamatban vannak. Jövő tavasszal meg fognak valósulni nagy beruházások. Önök nélkül nem tudtam volna elvégezni a munkámat. Ha sértettem volna valakit a képviselő közül, elnézést kérek, alapállásból nem vagyok ilyen típusú. Ha valaki tudatosan megsértettem, az a Vörös István, de azt mindig tudatosan szoktam. Nagyon szépen köszönöm a segítségüket önöknek is, kellemes, boldog és békés családi és karácsony ünnepeket kívánok. Alpolgármester úr, önni a szó. Köszönöm, uraim és hölgyeim! Akkor a polgármester rendel szünetet is el, ahogy gondoljon. Képviselőtársaim, kívánok szünetet tartani, vagy megjelent. Jó, akkor az üdes vezetését akkor a polgármester úr átruházta rám. Volt egy kérdés a polgármester úr. 5 perc lehet, azt mondhatjuk. 5 perc.
Én nem. Akkor kap egy kettes. Akkor ezt nem szavaztatom meg, akkor 5 percet. Jó képviselőtársaim, látom szünetről megérkezett mindenki. Egy napirendi pontunk van még. Ennek az előadója a Keszler László bizottsági elnök úr lesz, és a polgármester úr jutalmazásának a kérdéséről fog szólni ezen a kérdésen. Átadnám a szót akkor. Köszönöm szépen a polgármester úr! Polgármester úrnak a jutalmazásáról volt szó. 200-i jutalomról kellett döntően testvertek, bizottságülésre kellett hozva. Indoklásos megbeszélés nélkül a bizottság úgy döntött, többség mehol is nem támogatja a polgármester úr. Kifizetését polgármester úr tudomására jutott, kérte engem, hogy vegyem a napi rendőrt, és mondtam, hogy is polgármester úr. Eddig nagyon sok esetben is visszatettük azokat a napi rendőrtokat, amit a bizottságok nem támogattak, és végül is valamilyen kompromisszumos megoldás született benne is. Szeretném kérni a képviselőtársai portalában és a tanfogás terület, hogy van képezt, a napi rendi pontot szállítassanak. Köszönöm szépen! Jó, köszönöm szépen, akkor az előtetésztést hallottál a képviselőtársaim. A jutalmazással kapcsolatban kettő a előterjesztés szerepi. Jutalmazási összeg. A jutalmazásnál mindenképpen ezt szeretném kérni önöktől, amikor szavazunk erről a kérdésre, hogy gondolják át a 30 éves tevékenységünket. Úgy gondolom, hogy a költségvetési témáink azok ezek sikeresek voltak. Továbbra sem vettünk fel hiteleket, továbbra sem vetettünk ki új adókat. A polgármester számos olyan problémás dolgot kezel jelen pillanatban is, még megoldásra vár, majd az átjövésnek a két napirendi pontja is például erről fog szólni. Azért kértem egyébként ebben az átjövésnél jelentőbb előkészítés alattiak a dolgok, tehát még nem publikusak. Nyilván, hogyha ezek a döntés születik, akkor majd az átjövéses két téma is nyilvánosságot fog kapni. Tehát mindenképp ezt kérném, hogy ezt mérlegeljük. Számoljunk azokkal a tényezőkkel, hogy összesen ebben az évben 60 millió forint felett sikerült a kintvégőségeket behajtani. Nyilván ezt polgármester úr nélkül nem sikerülhetett volna. Valamint azt is, hogy sikeres pályázataink vannak, sikeres pályázatok előkészítésében természetesen a legnagyobb része a polgármesternek volt. Én szeretem volna mondani. Várom a hozzászólásokat, amennyiben nincs, akkor fel fogom tenni szavazásra. Tanácsnak. Köszönöm. Én a saját véleményet mondanám természetesen, hogy az alpolgármester is említette, hogy igen sok sikeres pályázataink voltak az évben. A pénzügyi stabilitás az ugyanúgy megmaradt, mint a korábbi évben, és semmi olyan fősőbb jelzés nem érkezett sem a hivatal munkájával kapcsolatosan, sem pedig egyéb olyan dologgal, ami esetleg ezt ellenkezőre befolyásolná, úgyhogy én részemről tovább támogatom ezt a dolgot. Köszönöm. Köszönöm Tanácsnak úr. Jánbor képviselő úr. Köszönöm a szót a polgármester úr. Én egy teljesen más aspektusból próbálom megközelíteni ezt a dolgot, amit önök elmondtak. Nagyjából egyetértek vele. Ugyanakkor 2013-as év a Magyarországi Önkormányzatiság szempontjából egy ritka érdekes év. Az összes önkormányzatot, igaz, hogy 2014 áprilisáig bezárulnak, de konszolidálni fogja a magyar kormány, tehát itt azokról az önkormányzatokról beszélek, akik adósságai vannak. Én úgy gondolom, hogy Kozár István város, ki lehet mondani, elsősorban mindig a polgármester irányításával dolgozott, és neki köszönhető az, hogy mi nem vagyunk ebben a sorban benne. Ugyanakkor nagy a gyanú, hogy ezek az önkormányzatok, amik most konszolidálva lesznek, vagy lettek, a vezetőiknek ugyanúgy jutalmat fognak adni. Ezek után én úgy gondolom, hogy hezitáltam sokáig, de én támogatnám a polgármesterünknek a két helyi jutalmat. Köszönöm szépen, képviselő úr.
Nyilván ez a konszolidációs folyamat, tehát ez az adósabb konszolidáció, amiről a képviselő beszélt, ez működik, tehát ezt tudjuk nagyon jó. Egyébként személyes véleményem szerint ez nem rossz. Tehát nekünk nem biztos, hogy jó lenne, hogyha Pécs becsülben meggondoljanak bele képviselőtársaim. Ugyanakkor viszont azt is tudni kell, hogy a 100%-os adósság konszolidáció nem működik. Tehát továbbra is fennmaradnak adósságai egyébként az önkormányzatoknak. Tehát, hogyha a képviselő úrnak a véleményéhez csatlakozni tudunk, akkor nyilván mennyi van, hogy nekünk akkor sem maradt, hogy nem lesz tartozásunk, amennyi időn a többi konszolidált önkormányzatnál így majd fennmaradt tartozás. Tanácsnak? Persze, hogyha nincs előttem szólat. Nem tudom. Kérdés? Valaki szép. Akkor köszönöm a polgármester úr. Én örülök, hogy elmondták az előttem szólók a véleményüket az a kapcsolatban, hogy miért támogatják polgármester úr két havi jutalmazását. Ugyanakkor ezekben az érvekben nem volt olyan, értelemszerűen mindannyian tudjuk, amely a polgármester úr munkájára vonatkozott volna, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a képviselőtestület állandó döntéseit hajtja ezt végre a polgármester. Ugyanakkor én is azt gondolom egyébként, hogy egyrészt teljesen rossz üzenete lenne a város polgárainak, vagy akár a környező településeken élőknek is. Hogyha mi egy olyan anyagi helyzetben, amiben Kozár Mistány az elmúlt években kivívta magának a jogot, hogy büszkelessen a település, amikor azt üzennék, hogy ebben nem vagyunk egy. Én nem minden esetben értek egyet polgármester úr, és ez szerintem így normális, azt hiszem jelenlévőkkel sem mindig értünk egyet, és bizonyos dolgokban kell, hogy csörtéket folytassunk, de azt hiszem, hogy abban egyet értetünk, hogy nem nagyon van olyan dolog van itt ennél az asztalnál, amiben a képviselőtestületnek a város érdekeit, vagy az adott városban élő többségének érdekeit próbálnám érdemre juttatni. Ennek ellenére a polgármester úr, azt kérem, hogy az elmúlt egy hónapban tulajdonképpen a hivatalnak, iskolának, mai napon Nonprofit Kft.-nek és kiosztott, hát nevezzük jutalmak, vagy elismerések alapján fogadja be azt a javaslatomat, amely azoknak a nagyságrendjében gondolkodik, mint a többi ilyen értelemben díjazott. Én azt szeretném javasolni, hogy egy havi illetménnyel polgármester úr tiszteljük meg. Én azt gondolom, hogy ez egy tisztességes összeg, és egy egyébként hozzáteszem egy gyakorlat, tehát nem két havi illetmény kérdést, és ilyenkor a gyakorlat. Én arra kérem képviselőtársamat és arra buzítom mindenkit, hogy ezzel az összeggel, igen, valóban ismerjük el a polgármester úr munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim. Köszönöm a hozzászólásokat. Tehát tanácsnapról indoklásából az következő, hogy egy havi illetményének megfelelő juttatásban összesen olyan polgármester úr indoklása szerint, ugye általánosságban a hivatal, a non-profit Kft. És a hivatal mellett működő egyéb intézmények, a Hovoda bölcsőde, kultúra, valamint a hivatali alkalmazottak, ugye akik nem hivatalnokok, hanem alkalmazottak, általánosságban ugye egy havit kaptak, és ez az elismerési szint, ez a szózószám, ha egyszerűen befordítjuk, ez maradjon a polgármester úrnak a jutalmazásával kapcsolatosan is. Elnök úr az előterjesztő, hogy befogadja, megszavaztassa, amit eltenjen, akkor ebből kételőnek tartalmazása. Tehát akkor megszavaztok. Megszavaztatom. Akkor... hogy tessék segíteni, jegyzőző, hogy kérdezni szavaztatok. Először a módosító indítvány. Amíg szót kérdezni, tessék. 5 percet, amíg kiszeretnék 5 perc szünetet. 5 perc szünetet elrendel. Jó, akkor a szünetről visszaérkeztek a képviselőtársaim. Akkor megkérdezném még egyszer, hogy kíván-e valaki a napirend kapcsán szót kérni.
Lelki tanácsnok úr. Köszönöm, akkor most egyeztettünk itt a szünetbe, és így visszavonom a módosító indítványomat, akkor kérem az eredeti határozat javaslatot szavaztassa. Jó. Köszönöm szépen. Akkor az eredeti határozati javaslat szerint kettő havi jutalomról lenne szó, tehát a bér, a polgármesteri bér kettő havi összegéről kell szavazni. Aki egyetért azzal, hogy a polgármester úr egyszerű jutalomba, egyszerű kettő havi jutalomba részesüljön, az készfeltartásra szavazni. Köszönöm. Ellenvélemény. Nincs tartózkodás, nincs. Tehát egy hangulat a testület elfogadta. Akkor köszönöm szépen, akkor a napirendi pontokkal végeztünk. Igen? Az előző tájékoztatást akartam. Igen. Már benne. Igen, a napirendi pontokkal végeztünk. Ja, bocs. Azt hittem, hogy elfősörű úr. Tehát akkor elbúcsúznék akkor a hozzámesteni tévénézőktől. Nagyon boldog karácsony kívánok a testület nevében. Jó éjszakát kívánunk, és akkor a egyebekben zárt ülésen tájékoztatást kapnak a képviselők.